látássérültek fúvola és zongora játékával vette kezdetét a Braille ünnep keretein belül megrendezett országos Braille olvasás verseny szombaton Nyíregyházán. Ezt 2005 óta rendezik meg azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felhívják a figyelmet a pontírás 21. századi létjogosultságára. A Braille az Louis Braille kulturális öröksége, mellyel a látássérültek írnak és olvasnak. A mostani digitális technika világában is nagyon fontos, hogy jelen legyen a tapintva történő olvasás, a kézzel történő olvasás. Ilyenkor mindig egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei író-költőnek a munkásságát ismerik meg a látássérültek. Idén Váci Mihály Vallomás-töredékek című kötetéből olvasnak majd föl részletet. Nem ismerik a szöveget, itt találkoznak vele, teljes írású rendszerben olvassák, 3 percet fognak olvasni, a zsűri fogja őket értékelni, szöveghűolvasás, helyes kiejtés, orgánum, megfelelő kommunikáció, hang, sebesség, többféle szempontot figyelembe fog venni a zsűri. Magyarországon egyedül Nyíregyházán rendeznek ilyen nagyszabású versenyt, így idén rekordszámú, közel 30 versenyző érkezett, többségük a megye határon túlról. Magyar Csaba például Budapesten él. Váci Mihály, Vallomás-töredékek. A nyírségben születtem. 3 évig éltem kint egy kis táján, majd úgy költöztünk le a városba. Ez kettős értelemben is jó hatással volt rám. Egyrészt gyermekkoromat a városban jó iskolák, jó tanárok, tanítók körében töltöttem, másrészt pedig állandó kapcsolatban voltam a tanyán maradt rokonokkal. Az Egyesület munkáját és az országos verseny megrendezését számos szervezet és önkéntes segítette. Ez a rendezvény úgy jöhetett létre, hogy pályázott rá az általam képviselt Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete, a helyi szálak közösségi alapítványtól kaptuk a legmagasabb támogatást, 350 000 forintot, amely a szállás és az étkezési költségeket fedezi, illetve Nyíregyháza város köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottságától is kaptunk 150 000 forintot, a többi költséget pedig magánadományozók, illetve az Egyesület által összegyűjtött 1% terhére fedezzük. A rendező Egyesület idén első alkalommal, de hagyományteremtő szándéka 2 személynek adta át az önkéntességért díjat, amelyet Körmendi Gergely üvegműves készített és az Egyesület logóját ábrázolja. Ezt Gál Gyula és dr. Csiki Nándor vehette át.